Oh.
atya, testével, kívül az örök dicsőségvel, hadd, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lássunk örök dicsőségedből. Amikorunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mind örökkön örökké. Körüljár és felszolgál neki, és ha a második vagy a